No, hát azt mondtuk néhány perccel ezelőtt, hogy szerintük egy ilyen parázsvita lesz kialakulóban. A Start stúdiójában köszöntjük Pető Pétert, a 24.hu felelőszerkesztőt, és Pindrok Tamást, a figyelő rovat vezetőjét. Jó reggelt! És van egy téma, mindegy egyébként, mert most napok óta beszélünk erről, ez az úgynevezett plakáttörvény. Kíváncsiak lennénk a kollégák véleményére, hogy ugye ez egy klassz dolog lehet, ahogy a kormány mondja. Igen? Hogy, jó. Figyelek. Hogy akkor ezt ti hogyan látjátok? Mármint, hogyha el lenne fogadva ebben a formájában. Önmagában veszélyes a magyar kormány, a jelenlegi magyar kormány bármire azt mondja, hogy klassz, hogy annak nagyjából látjuk a következményeit ebben az országban. Én azt hiszem, hogy a Fidesz-szel semmiféle kampányszabályozási kérdésben nem szabad együttműködni az ellenzéknek. Nincs rá mód egyszerűen, nincs olyan része az utóbbi 7 évben a kampány, illetve a választási rendszernek, illetve a kampányszabályozásnak, amely arra irányult volna, hogy ne a Fidesz előnyét, illetve a versenytársak hátrányát csökkentse, vagy hátrányát növelje, úgyhogy nem gondolom, hogy ebben a kérdésben is bármilyen módon együtt lehet működni ezzel a Fidesz-szel. Hát igen, a MSZP úgy látszik, hogy sakkozott, és egy kívülálló, már aki nem parlamenti képviselő, Botka László, beleszólt ebbe az egész dologba. A miniszterelnök jelölt, beszélünk a miniszterelnök, jelölt, úgy látszik, hogy teljes mértékben átvette a párt irányítását. Hát ez Orbán Viktorra is jellemző, azt hiszem. Tehát, de az ő pártelnök is. Tehát miniszterelnök jelölt, talán Orbán Viktor, mintha pártelnök is lenne. De miniszterelnök jelöltnek mit kell tenni a kérdésben? Tehát a párt elkezdett tárgyalni a Fidesz-szel. Az MSZP elkezdett tárgyalni a Fidesz-szel, sőt, volt egy törvénymódosító, illetve egy pártfinanszírozási törvényjavaslatuk is, és ezt fel is ajánlották, hogy tárgyaljanak róla. Voltak ötpárti tárgyalások, sőt, múlt hét végén, ennek a hétnek az elején úgy tűnt, hogy bele is mennek ebbe a törvénymódosításba, hogy meg fogják szavazni. Bocsánat, ők vannak a legrosszabb helyzetben. Csak mert a szerkesztőnk segített egy fontos információ. 2000 és 2003 között Orbán Viktor nem volt pártelnök, és úgy vezette a pártot. Csak hogy egy párhuzamot vonjunk. Apróság. Folytassa. Nem tudom, nem emlékszem pontosan, de tényleg ez csak egy kitérő. Mindegy, Botka László nem pártelnök. Azt hiszem ügyvezető elnökök voltak. A de facto vezető volt. Ügyvezető elnökök voltak, de ez teljesen mindegy ebből a szempontból. Tehát igen. Az MSZP van ebben a helyzetben a legrosszabb pozícióban, mert az sem jó nekik, hogyha nem szavazzák meg ezt a törvényt, de az sem jó, hogyha megszavazzák. Ugyanis... nem szeretik a Jobbikot, nem szeretik azt, hogy Simicska Lajos támogatja a Jobbikot, miközben őket nem támogatja. Tehát, hogyha megszavazzák a törvényt, akkor magukra húzzák, hogy együttműködnek a Fidesz-szel, de hogyha nem szavazzák meg a törvényt, akkor pedig azt kapják meg, a Fidesztől már meg is kapták, hogy ők is bekerültek Simicska Lajos zsebébe. Hogyha valaki azt szerint politizálni, hogy a Fidesz mit mond, akkor kabarébá válna, vagy bohócréfá válna a magyar politika, hogy az is egyébként nagy rész, tehát hogy a Fidesz kommunikációra kellene építeni az MSZP politikáját, azt finoman szóval is viccesnek tartom. Ez körülbelül olyan, mintha azt mondanánk, hogy a Fidesz azért szavazza meg a, nem tudom, a kerítés lebontását, nehogy bírálja utána az együtt. Nem, én csak a következményekkel számolok. Hát minden döntésnek következménye van, szerintem, ha együttműködik a Fidesz-szel, az egy világos... Ezt kell eldönteniük, hogy mi a jó nekik. Nekik semmi nem jó ebben az ügyben, tehát pont abban a helyzetben vannak. Még egyszer mondom, hogy nekik semmi nem jó. Egyetlen dologra azért hadd kérdezek rá, bocsánat, hogy olyan törvényről beszélünk, és egy olyan törvény módosításáról, amit a Fidesz politikai konszenzus nélkül maga fogadott el, tehát ezt a törvényt ők alkották. Nem fogadtánk el, mert kétharmados volt, és nincs meg a kétharmados. Nem minden része, a felest részeit elfogadta. Korábban, egykor, tehát az a törvény, amit most módosítanak, az az ő törvényük. Így van, de hát nem fogadták el. Persze. Ugye, ha az MSZP-nek nincs jó megoldása ebben az ügyben, akkor nagy részt azért hasonlít az MSZP helyzete jelenleg a magyar állampolgárok többségéhez. Meghatározó többségéhez, ugye a Fidesz döntéseknek általában nem haszonélvezője a magyar állampolgárok többsége. Mészáros Lőrinc és barátai azok nyilván. Tehát, hogy ebből a családtámogatási rendszertől kezdve minden a Mészáros Lőrinc java? Nem a családoké? Családtámogatási rendszer? Például az adókedvezmények. Hát most egy sajtótájékoztatóra berendezkedhetünk, vagy egy Fidesz alapszervezeti tanulmányra, és csak az így viccesé válik ez a beszélgetés. Hát beszéljünk róla, hogy akkor... Nem Mészáros Lőrincről beszéljünk arra. Megmondod, miről beszéltünk, majd akkor 30 másodpercig elemezzük a családpályázatási rendszer. Hogy a családok, illetve a magyar állampolgárok többségének nem jó az, amit a Fidesz csinál. Én azt mondtam, hogy a családpolitikát, akkor nézzük meg, hogy ez kinek jó. Nézhetjük a családpolitikát sokáig. Egyébként a legszegényebbekkel mi a helyzet? Például vegyük a hajléktalanokat, akiket megbüntetnek, mert szegények, miközben Mészáros Lőrinc a fél országot elviszi. Ez hogy van? De kiket büntetnek meg? A hajléktalanok. Hány ember?
embert vittek börtönbe. Most ha, akkor nyilván, hát, hogyha nem az iPad-et megfordítjuk, akkor át tudunk keresni, érted? Ha lemegyünk egy aluljáróba, én nem látom, hogy nagyon büntetnék a hajléktalanokat, mert tele van a város. Látszik, hogy fölöttébb jókedélyűek egyébként mindannyian. Tehát hát de az szerintem az a Gyurcsány rendszerben, illetve a Gyurcsány kormány alatt sem voltak jókedvűek a hajléktalanok, sőt, soha nem voltak. Ilyesmiről beszélgetünk, hogy a plakáttörvény az MSZP-nek mi a jó, az izsáki polgármester 35 millió forintot kell, hogy visszafizessen, mivel magáncélokra használta azt az EU-s támogatásból, tehát a közösség pénzéből, a mi pénzünkből, a magyar emberek pénzéből fölépített vadászházat, és nincs BTK, nincs büntetőfeljelentés, Fidesz szerint nincs a morális korlát, amit átugrott. Ez hogy van? És mi van Tátrai Miklósért? De hogy egy Tátrai Miklós? Hát, hogyha már egy ügyet előhozunk, akkor nincs már morális meg erkölcsi normátok. Helyes ez vagy normátok? Nem? Hát ez helyes vagy nem? Nekem ahhoz semmi közöm nincs. Ez helyes vagy nem? Ennyi a kérdés. Értem. Tehát akkor nagyon, nem tudjuk, hogy helyes. Nem helyes. Egyáltalán nem helyes. Félre ne értsétek. Zárójel, tehát, hogy Miklós elítélték, itt senki nem tett feljelentést még a Fidesz részéről, ha jól látom. Hát de nem a Fidesz részéről kell feljelentést. Ja, értem, tehát a Fidesznek hát nem baj, ha... Hát feljelentést. Tehát magyar állam, tehát te is feljelentést. A Fidesznek nem baj, hogyha ez történik Magyarországon. Miért? De német szél, de olyan egydimenziós gondolkodásban vagy, hát miért nem teszel feljelentést? Bárki tehet feljelentést, miért Gyurcsány idején a Tátrai Miklós Azt ellen ki tett feljelentést? Vagy Gyurcsány Ferenc ellen ő tett feljelentést, így van. Tehát egy ellenzéki politikus volt akkor ő is. Azt lehet feljelentést tenni, csak ennyit mondok. Jó, bocsánat Tamás, vagy Péter. Mert mi nagyon jól érezzük egyébként mi magunkat a... Csak egy kicsit elkanyarodtunk. Krisztáv, nem, szeretjük mi az ilyen jellegű parázsvitákat, és a nézők is szeretik, csak tereljük most egy kicsit másik mederbe ezt a fajta vitát, mert van szerintem legalább szerencsére most van egy olyan téma, egy plusz, bedobunk egy másik mentővet, a civil törvény, amivel biztos egyetértettek. Hogy már előre látjuk. Ma reggel hallottam, meg olvastam a sajtóban, hogy az amerikaiak hisztiznek, ugye? Jaj, de jó. A külügyminisztérium honlapján megjelent egy kritika ugye a hazai civil törvénnyel kapcsolatban. Elítélik. És azt, elítélik, igen. De pont elnézést kérek. Pont ők. Kíváncsiak lennénk a véleményetekre, hogy ti hogyan látjátok ezt. Szerintem visszataszító, amit a Fidesz ebben az ügyben csinál. Egy olyan párt, amely 2010 óta hatalmon van, kétszer nyert kétharmaddal, és az ügynöktörvény nem fogadta el. Tehát azokat, akik a kommunista rezsimet ügynökként szolgálták, semmilyen formában nem sikerült a Fidesznek rendezni ezt a kérdést, az lemer ügynöközni olyan embereket, akik a jogvédelemmel foglalkoznak, köztük olyanok, akik egyébként 95 a kommunista rezsim a diktatúra ellen harcoltak. Ennél visszataszítóbb idegen érdekeket képviselőnek tartják őket. És az amerikai szabályozás, hogyha már veszük az Amerikai Egyesült Államokról, akik bírálják Magyarországot, 1938 óta létezik ott a FARA nevezetű törvény, ami sokkal keményebb, mint beszéljünk a magyar pontosan, szabályozás. Vagy az amerikai szabályozás. Az amerikai szabályozásban egyébként a szankciók a magyar szabályozásban nincsen. De mit szabályoz? Mit szabályoz az amerikai? Azt mondjuk már a nézőknek. Börtönbüntetésre is. Van a magyarban szankció, megszűnik az a szervezet, amelyik nem regisztrálja magát. Hát azért, de börtönbüntetést és 10.000 dolláros szankciót, büntetést nem kap. A nézőknek ne állítsuk már, hogy ugyanazt szabályozza. A lobby tevékenységet szabályozza, a politikusokkal kapcsolatban álló lobby tevékenységet. Azt is. Az SOS gyermekfalu lobby is tevékenységet folytat. Itt olyan jogvédőkről van szó, akik védenek embereket, betegeket, szegényeket. Jó, rendben. Tehát akkor vegyük azt, hogy a magyar civil törvény mit szabályoz, és milyen szankciók vannak benne. Egyedül azt szabályozza, hogy aki 7,2 millió forint felett kap külföldről támogatást, nem uniós támogatást, tehát ez fontos, mert ha uniós támogatás lenne, akkor azt mindenkit kellene szabályozni, tehát nem uniós támogatást, annak bejelentési kötelezettsége van. Ennyi. Hűha! Regisztrálniuk kell magukat. Meg kell magukat. Azt a mindenit. Tehát bélyeget kell magukra tenni, hogy a külföld... bélyeget? Hát hogy nevezzük? De akkor mi az értelme? De ma is kellett, eddig is kellett... Milyen bélyeget? Eddig is be kellett vallaniuk néhány civil szervezetnek, mert de a törvény eddig is szabályozták. A honlapnakon elérhetőek voltak eddig is a beszámolóik, mind, ha megnézzük ezeket de a szervezeteket... De akkor miért kell rikítozni? Hát miért kell megbélyegezni? Ezután is. De senki nem bélyegzi. De ugye most mindent ez bűn, de menjünk vissza az amerikai szabályozásra, mert azt állítottad a nézőknek, hogy ez lényegileg paralel. Nem igaz. Nem. Ebben a formában nem igaz. Csak politikai lobby tevékenységet végző szervezetekre vonatkozik, hát, igen, azokra az a civil szervezetekre nem vonatkozik az SOS gyermek, a helyi SOS gyermekfalú nem vonatkozik a helyi. De az SOS gyermekfalúnak sem lesz semmi problémája. Azon tehát kívül... be kell jelenteni, hogy külföldről kap támogatást. Német szilárd sajtótájékoztatót? Láttál már német szilárd sajtótájékoztatót? Én nem állítom, hogy egy élvezetes látvány egyébként, ami ott történik. Tehát a magyar nyelve meg a valóságra is zaklatott viszonytápol ez a politikus, de ő nem ezt mondja, amit te.
ő azt mondja, hogy ezek idegen külföldi érdekeket. Én meg ezt mondom, amit én mondok. Tehát, értem, de akkor ne állítsuk, hogy a Fidesz ezt ilyen lényegileg egy ilyen jövőmutató tervet fogadott el, amelynek nyomán semmi nem változik. Németország nem ezt mondja. Nem csak az Egyesült Államokban, Izraelben is van ilyen szabályozás. Izraelben is, Oroszországban, így van. Oroszországban is van, sőt az Európai Parlament asztalán is fekszik egy Izraelben és Oroszországban hasonló, van ilyen jogszabály. Hát majd megnézzük, hogy néhány hónapon, akár vagy most fél éven belül elfogadja az Európai Parlament, ugyanis ott is létezik egy ilyen szabályozás, tervezett még egyelőre. Amúgy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. De, jó volt. De, amúgy. Nem volt rossz. Nem volt rossz, legalább. Köszönjük. Sőt, inkább jó. Köszönjük szépen.